Veszélyes izgalom! Nem, valami baj van! Az izgalom szintünk veszélyesen alacsony. Ilyen nem létezik. Hagyd a tudományt a profikra, Rick! Nem akartam szóba hozni, de van egy kísérleti eszközöm az unalom ellen. A tervgép! Vagyis találomra eseményt ránk szabadító valami. Megnyomjuk ezt a gombot, a levegőben lévő molekulák átalakulnak, és valami izgalmas történik. Tökéletes izgalmak lehettek! Várj, túl veszélyes az unalommal játszani. Inkább elmesélem, hogy láttam egy dokumentumfilmet a mechanikus ceruza történetéről. Nyomd meg, gyorsan! Nyomd meg! Gombot! Egy hívatlan vendég! Úgy tűnik, működik a gépem. Ja, biztos valami izgalmas! Pizza! Verekedős pizza! Van valami izgalmas a pizzán, sárkány tojás vagy robotok? Nem, csak pizza. Úgy látszik, még fejleszteni kell. Várjatok kicsit, van itt valami izgalmas. 3 pizza, 6-6 szelet. Az 18 szelet! Hát persze, és csak 5-en vagyunk. Tehát nem kaphatunk mind ugyanannyi szeletet. Nagy dilemma. Ó, én nem kérek, nekem elég egy sótlan keksz. El kell osztani! Végre van mit csinálni, de mit csinálunk? Tudom, az atomokra bontó sugaram szétbont minket. Így mindenki ugyanannyi pizza szeletet kaphat. Jó sok találmányod van. Igen, hasznosak tudnak lenni. Nem mozogjatok! Oh yeah, duplán menő figura, pacsizhatok magammal. Oké, te jössz, papikorn. Mi? Papikorn félig kutyus, félig pedig kukorica? Én azt hittem félig unikorn is, de sok mindent megmagyaráz. Finom vagyok, kukorica vagyok. Ó, most engem! Gyönyörű vagyok. Te jössz, Rick! Inkább ne. Te jössz, Dr. Fox! Mi? Azt hittem félig, doktor félig róka vagy. Nem, csak egy róka, aki sokat tanult és ledoktorizott. De most, hogy 9-en vagyunk, mindenki kaphat 2 szeletet. Éljen az egyenlőség! Ucsi volt az a sok matek. De mennyire? Maradékkal nem lehet bunyózni. Jó, tudom, nyomjuk meg a gombot. Szerintem nem jó ötlet. Te most 2-szer olyan szürke vagy. Jaj, megint matek osztam, meneküljünk! Azonnal zöldség, tesó! Egyben vagyunk, de semmi más nem történt. Kivéve, hogy ilyen drámai hangon beszélek. Azt hiszem, drámai fordulat várható.